Sajnos akadtak műszaki gondok. A kevés biciklibe. Kérem szépen, az történt, hogy megindultunk. Amikor elmentünk a Sugóhíd alatt, a Jöreg Petőfi híd alatt, rámenjünk a lakótelepre a bicikli útra is. Hát éppen hallgatom a Counterfeit-et, már megy a kecskülés, utolsó refrén. Egyszer csak szeretnék váltani, és én hangot hallok, mondom, mi ez? Lenézek, először azt gondoltam, hogy az valamit néha szokott csinálni a lánc, hogy ugye nincs annyira meghúzva, egy picit meg van lazítva, hogy az utolsó sebességre is rámenjen, és néha túl szokott menni, de most nem túl ment, hanem hát van, még leszakadt a váltó, és egy kurva jó, nagyon faszák vagyunk. Hát most kérem szépen, elhoztam ide az alternatív rezidenciának a garázsába, és próbáltam vele valamit kezdeni, de hát kevés vagyok én a műszaki, hát valljuk be, műszaki analfabéta vagyok ilyen szinten, tehát annyit tudok még a biciklivel csinálni, hogy megragasztom a gumit és visszateszem, felteszem a kereket vissza, állítok a fékeken, állítok a kormány, állítok az ülésen, ilyesmi, de sajnos váltót nem tudok szerelni, sem szétszedni a biciklit, úgyhogy hát most nem tudom ezzel mi van. Ez a szutyok, ez itt leesett. Nem tudom, valamiért valaki nem akar, hogy felérjek. Hát most következő lesz a terv. Azt álltam ki. A bicikli boltos reggel 9-kor nyit. Elviszem a biciklit, nem érdekel. Csinálja meg. Megcsinálja. Attól függ, hogy mennyi idő múlva lesz kész. És utána pedig kevéskedni fogok, és hát de nincs más választás, felszállok buszra. De viszem a biciklit. Szarok rá. Kész lesz a bicikli, és viszem fel, nem érdekel. Felviszem. Ott eltekerek. A sátán lakhelyén. Oda, ahova szeretnék. Meg le is zárom, meg minden. És max annyit csinálunk, hogy a vége a koncertnek. Úgy terveztem, hogy kedden reggel indulok vissza. Vagy napközben. Visszaindulok bicajjal. Tehát megint akkor játszunk ilyet, hogy akkor csak nem oda-vissza fogunk menni, hanem most akkor Pestről vissza. Meglátjuk, hogy hogy alakul. Hogyha korán sikerül megjavítani a biciklit, tegyük fel a legjobb esetbe, felmegyek mondjuk busszal, befelé csomagtartóba beteszem a biciklit, mert ebből a szempontból a buszsofőrök fasz a gyerekek és megengedik. Vonatot azt felejtsük el, mert budai oldalon köt ki, és kicsit drágább is, meg ott nem lehet mindig szállítani a biciklit. Szóval, hogyha nagyon korán megvan a bicikli, elmegyek például most vagy Soltig, vagy utána volt település Dömsöd, ott leszállok, és onnan tekerek fel. Ez a legjobb megoldás. Ha pedig szűkös az idő, akkor felmegyünk a Faszopó népőgetig, azt akkor onnan tekerünk. De nem fogok kevés BKB-zni, mert utálom, mint a szart. Meg mocsok drága, meg köcsögök, úgyhogy nem. Úgyhogy nagyon jó. Szerintem ez biztos azért van, mert lekevéseztem a buszozást, de hát ez van. Az a baj, hogy még csak fél alatt múlott egy perccel. Egy tök jó, most várakozni fogunk. 9-kor nyit a biciklibolt, hurrá! Úgyhogy elvisszük, és remélem a fasz a gyerek megjavítja.